Start! Start, elindult a nap utolsó futama, ez az Istis Didi Handicap. Hát Verben Esbén nagyon-nagyon erreváltan kezd, már a start előtt eléggé le van maradva, innen alig ha lehet felzárkózni, és hát a mai nap egy eddig főszereplője, kezd nagyon jól Torsten Tietz, illetve hát persze a lova, Underworld, nagyon könnyedén sétál elvezetni. Mögött a másik favorit, Swarovski egyelőre a második pozícióban, aztán érkeznek a többiek, nem rossz azért a kezdő tempó. Villeneuve a harmadik, Zselnice jelenleg a negyedik, majd Schumi és Topmodell következik. És hát aztán onnantól kezdve ugye egy hosszú nagy űr, Verben Esbé innen alig ha fog felzárkózni. Amikor az első egyenes közepére ér a mező lassacskán, Underworld könnyűszerre tartja ezt a jó másfél-két oszas előnyét Swarovskival szemben. Villeneuve változatlanul a harmadik pozícióban látszik, kívülről Zselnice próbál mellé felmenni, Zselnice mögött Topmodell, a falon pedig Schumi, akkor amikor egy kör van hátra, Swarovski kijön a falról és megpróbálja kicsit szorongatni Underworldot. Egészen jó az első mért részidő 13-3, a két legnagyobb sansz diktálja az iramot, vezete pillanatban Underworld, mellette pedig Swarovski igyekszik őt presszionálni, majd pedig Villeneuve a következő versenyzőnk, Zselnice a hajtó korelnökével gyakorlatilag árokszállási pállal a negyedik pozícióban, majd jön a Schumi, és aztán Topmodell. Innen még bárki megnyerheti ezt a futamot, hiszen első és utolsó között gyakorlatilag egy olyan 10-15 méter maximum, hogyha lehetséges. Most a túlsó egyenesben szemlátomás gyorsít Underworld, ezt Swarovski le tudja reagálni, ők ketten egy kicsikét el is köszönnek a többiektől, ott van még bent a falon, a jó helyzetben Villeneuve igyekszik ő is fölfele, és kisebb meglepetés, a Zselnice is tudja velük tartani a lépést akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarra, és még mindig a két legnagyobb szansz van elől, az az Underworld és Swarovski. És könnyen lehet, hogy ők ketten döntik majd el a győzelem sorsát is. 5-6 osszal jönnek mögöttük az üldözők, változatlanul talán Villeneuve tartja a harmadik hét, bár kívül Topmodell látszik megindulni. Underworld előnye fél osz Swarovskival szemben, aki lassan egy kör óta folyamatosan szorongatja, kérdés, hogy fogja bírni végig, mögött egészen közel most már Topmodell, aki megindítja a hajráját. A távoszlopon belül Underworld könnyedén tud gyorsítani, és úgy fest, hogy kezdi magáról lerázni Swarovskit. Topmodell zárkózhat fel talán a harmadik, esetleg a második helyre. Underworld pedig vezet, ugyan fárad, de hosszú-hosszú idő után megszerzi az esedékes győzelmét. Persze megint Tietz a szulkiban. Mester hármas a mai napon. Underworld a nyerő. Mögötte Topmodell a második, harmadik Swarovski. Messi negyediknek. Zselnice jön fel Villeneuve-t előzve.